Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Mai misét fölajánlom élő Tibor, Gábor, Zita és Zoltán gyermekekért, illetve Jack bácsi gyógyulásáért. A Szent Mis elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mindenható Istenünk, a Te kegyelmedből ünnepeljük Jézus feltámadását. Kérünk Tégy méltóvá minket a megváltás boldog örömére, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Az apostolok cselekedeteiből. Azok a hívek, akik az István diakónus miatt kitört üldözés elől szétszélettek, eljutottak egész Föníciáig, Ciprusig és Antiochiáig. Az evangéliumot azonban csak a zsidóknak hirdették. Akadt azonban köztük néhány ciprusi és cirenei férfi is, akinek Antiochiába érve a görögökkel is szóba álltak, és hirdették nekik az Úr Jézusról szóló evangéliumot.
Velük volt az Úr segítsége, úgyhogy sokan megtértek, és az Úr hívei lettek. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi egyházba is. Ezért elküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, örvendezve látta az Úr kegyelmét, mindenkit buzdított, hogy őszinte szíve ragaszkodjék az Úrhoz, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Így aztán nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. Barnabás erre utazott Tarzuszba, hogy fölkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte őt Antiókiába. Egy álló esztendőn keresztül részt vettek az összejöveteleken, és nagyon sok embert tanítottak. A tanítványokat először Antiókiában nevezték el krisztusiaknak, azaz keresztényeknek. Ez az Isten igéje. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Isten a szent hegyekre alapította városát, mert az Úr szereti Sion kapuit, jobban, mint Jákob hajlékait. Dicső dolgokat mondanak róla, Isten városa. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az tisztelőim között említem majd Egyiptomot és Babilont. Itt születtek mindnyájan a filiszteusok, a tírusziak és a néger népek. Azt mondják majd Sionról, benne született ez is meg az is, és a fölséges maga tette őt erőssé. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Az Úr számba veszi a népeket, ezek mind itt születtek. A körtáncot lejtők mind azt dalolják, minden forrásom belőled fakad. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben a templom szentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlop csarnokában. A zsidók körülvették őt és megkérdezték: meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így felelt:
Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél, senki sem ragadhatja el őket atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mai evangéliumi részlet folytatása a vasárnapinak, illetve a hétfői evangéliumi részletnek. Ez is Szent János könyvének 10. fejezetéből lett fölolvasva. Az előző szakasz tulajdonképpen, ahogy tegnap is elmondtam, szól a pásztor és a nyáj viszonyáról, arról, hogy Jézus Krisztus maga a kapu, amelyen a juh be tud menni az akolba, vagyis az ember eljuthat az atyához, illetve szól a jó pásztor példabeszédéről. A mai evangéliumi részletben az idő és a hely meghatározását követően tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy a zsidók nem értik meg mindezt, amit Jézus az előzőekben mondott, szemükre is veti, hogy nem hisztek, nem értitek, amit mondok nektek. És éppen ezért itt ebben a szakaszban röviden összefoglalja az előző néhány témát, amit az előbb felsoroltam. Az egészet azzal zárja le, hogy én és az atya egy vagyunk. Olyan, mintha nem is illene bele ebbe a szövegkörnyezetbe ez a kijelentés, mintha csak úgy hirtelen odavetné, eszébe jutna és odavetné ezt a megállapítást, ezt a kijelentést tulajdonképpen a zsidók elé. De valójában ezzel teljes mértékben összefoglalja az addig mondottakat. Ezzel a rövid kijelentéssel én és az atya egy vagyunk. A hívek közösségének tehát megvan a különleges biztosítéka az üdvösségre. Ezt a biztosítékot az atya és a fiú, az atya a fiú iránti szeretete adja, illetve az, hogy az atya vezeti a fiúhoz az embereket, neki adja őket, és továbbra is erős kézzel tartja, hogy a fiúnál maradjanak, ahogy ezt Jézus mondja a zsidóknak. Miután Jézus így jellemezte az atya hatalmást és a saját hatalmát, amellyel örök életre tudja vezetni juhait, mindent belefoglal a fentebb említett idézetbe, én és az atya egy vagyunk. Jézus korábban is említette, hogy az atya akaratát teljesíti, tehát magatartásában egy az atyával. De itt egy minden megszorítást nélkülöző egységre hivatkozik. Ahogy az atya hatalmas és mindenható, így ez rá is igaz, vagyis ő is hatalmas és mindenható. Az egyház ezt az állítást mindig úgy értelmezte, hogy az atya és a fiú lényegi egysége, vagyis egy lényegűsége jut benne kifejezésre. Mit is jelent ez, hogy egy lényegű az atya és a fiú? Illetve egyáltalán mit jelent az, hogy lényeg? Tulajdonképpen egy meglévő dolognak az alapadottsága, az a lényeg. És ebből az alapadottságból indul ki annak a meglévő dolognak minden változása, már ha változik. Tulajdonképpen egy létezőnek, egy megteremtett dolognak, illetve ez nem teljesen igaz, hogy egy megteremtett dolognak, hiszen hogyha az Istent tekintjük, az nincs megteremtve, az öröktől fogva van. Akkor inkább úgy mondom, hogy egy létezőnek az alapstruktúrája, ami nem változik, mindig az marad. Úgy, ahogy az ember az idő során
fejlődik, jó esetben pozitív irányba, ahogy fejlődik, ahogy változik, a lényege mindig az marad, hogy ő ember. Ebből nem tud elveszíteni semmit. Az, hogy most néhányan állatként tudnak viselkedni, az más kérdés. De a lényege megmarad. Az, hogy ember. Ahogy a katekizmus fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen, ahogy az ember elkövet valamilyen bűnt, akkor tulajdonképp az emberségéből, szabadságából veszít. De teljes szabadságát, teljes emberi mi voltát nem tudja elveszíteni. Ő ember marad. És szabadsága is megmarad valamilyen szinten. Az atya és a fiú alapstruktúrája tulajdonképpen nem más, mint az, hogy Isten. Ugye, ahogy a nicei konstantinápolyi hitvallás is szépen ezt összefoglalja, hogy egy lényegű az atya, a fiú és a Szentlélek. Ez az ő közös lényegük, ez az, amiben egyek és ami összeköti őket. Ezért mondhatja Jézus azt, hogy én és az atya egy vagyunk. Ezért tudott annyi csodát tenni, ezért tud mind a mai napig a mi életünkben is annyi csodát tenni Jézus. Ezért mondhatja azt, hogy ő a kapu, ezért mondhatja azt, hogy csak rajta keresztül juthat el az ember az atyához, vagyis az üdvösség állapotába. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal. Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk. Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekintsnánk kegyelmesen és enged, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Isten veletek.
emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, s velük, és vég nélkül velük együtt mi is énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vélekedőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Isten. Köszöntsétek egymást a békejelével. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus testét, és egyesítése válik a szent áldozásban a lelkünk üdvösségére. Uram Jézus Krisztus szent tested és vérvétele ne válik ítéletemre és kárhozatomra, hanem jóságot poszolgáljon lelki Isten az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szenvednie kellett Krisztusnak, feltámadnia a halálból, és így bemennie dicsőségbe. Alleluja. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Ó, szentedre.
könyörögjünk. Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istenem.